Nézzük mai híradónk legfontosabb híreit. Roma kulturális központ épülhet a devecserieknek szánt adományból. Az iszap katasztrófát követő időszakot kapkodás és fejetlenség jellemezte. Most pedig hétről hétre újabb és újabb elképesztő ötletek látnak napvilágot a kármentő alapban összegyűlt összegek felhasználásával és a katasztrófa sújtotta terület helyreállításával, fejlesztésével kapcsolatban. Erről beszélt Ferenci Gábor, a Jobbik országgyűlési képviselője, a Vörös iszap katasztrófa kiváltó okait vizsgáló bizottság tagja. Megrökönnyedéssel értesült a radikális párt arról, hogy a magyar kármentő alapba befolyt csaknem 1,8 milliárd forintból zárolt 1,2 milliárd forintot nem közvetlenül a károsultakra kívánja fordítani a kormány által létrehozott kármentőbizottság. A legújabb terv azonban meghaladja minden egészséges gondolkodású ember képzeletét, ugyanis a közvilágítás és a település fejlesztésére szánják a pénzt, valamint egy roma kulturális központ felépítésére. A jó szándékú adományozók a kormány felhívásának értelmében közvetlenül a károsult családok javára és a helyreállítási munkákra ajánlották fel pénzüket. Ferenci Gábor szerint az emberek adományait arra a célra kell felhasználni, amire felajánlották azokat. Mindeközben a képviselő pofátlanul drágának tartja 25 ezer forint plusz áfa óradíjért dolgozó ügyvédi munkacsoport tevékenységét, mert szerinte szándékosan, önérdekből húzzák az időt, hiszen november óta több mint 200 millió forintot vettek már fel. A politikus hangsúlyozta azt is, a tisztességes emberek hónapok óta várják az ingatlanjaikért jogosan követelt reális kártérítést, ezért a Jobbik minden segítséget megad a jövőben is a károsultaknak, s követeli, hogy teljes körűen kárpótolják az önhibájukon kívül kárt szenvedett embereket.